Na sziasztok, Csajszi Baraszkok! Elkezdtem most gondolkodni, hogy milyen videót is kéne most csinálni, mert totál elszállt az ikletem. Olyan szempontból, hogy vannak olyan videók, amiket egyáltalán nincs kedvem megcsinálni. És ilyen előfordul, tehát ez nem olyan dolog, ami... Leveszem a fejhallgatót a fejemre. Ez nem olyan dolog, ami csak ugye egy csettintésre visszajön, hogy na, akkor most csináljunk ezt, azt, mert vannak dolgok, amiket már nagyon régóta nincs kedvem nekiállni, de tudom, hogy lesz kedvem hozzá, csak most még regenerálódnom kell. Na, viszont nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen volt kérdez felelek videó, és azért elég sok kérdést szoktatok újabban is feltenni. Főleg most, hogy már megint egy újabb mérföldkövet lépett át a csatorna, hála nektek, ugyebár az 5000 feliratkozó. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ez alá a poszt alá lehet írni kérdéseket, de az ilyen nagyon általános kérdéseket inkább hanyagoljuk, mert most nem fogom mindegyiket megválaszolni, most csak azt, ami tényleg olyan kérdés, hogy esetleg ritkábban előfordul, vagy ilyenek. Tehát ez egy 18 éves, hogy hány éves vagyok, meg hogy meg hány lovam van, ez már úgymond lejárt lemez, mert 34 lovam van és 18 éves vagyok, tehát ez már olyan dolog szerintem, amire már a csatorna 95%-a tudja a választ, úgyhogy remélem, hogy nem csak ilyen kérdésekkel fogtok majd engem bombázni. Szóval lehet, tehát játékkal kapcsolatban kérdezzetek inkább, de hogyha van pár olyan kérdés, ami nem a játékkal kapcsolatos, de azért megválaszolom, akkor azt is ugyanúgy be fogom tenni videóba, de mondom, ezt most csak össze fogom tálózgatni, nem fogok minden egyes kommentre válaszolni, mert az egy kicsit nagyon sokáig tartana. Na, ez az egyik, illetve a másik, az lenne a kérdésem, ugyebár szoktam látni, hogy viszonylag elég sokan jelentkeztek a map videókra, amiket én felosztok, és az lenne a kérdésem, hogy örülnétek-e annak, hogyha tartanánk egy ilyen maratont, úgymond, hogy fölrakok, vagy nem is tudom mennyi legyen, mondjuk egy négyet, és akkor mindenki tud rá jelentkezni, mert ahogy így elnézem, itt már sajnálok benneteket, hogy akik mondjuk nem kapcsolnak 4 percen belül, azok már le is csúsztak erről az egészről. Szóval a következő lenne a kérdésem, hogy indítsuk-e a 2017-et a mebzuhatagokkal, és akkor így legalább mindenki tud egy megfelelő partot vállalni. Természetesen az időpontok azok mások lesznek. El lesz csúsztatva mindegyik map, szerintem, mert... Tudjátok, mi nem csúsztatom el. A határidő az mindegyiknél lesz ugyanaz, mert olyan nincs, hogy az egyikre van mondjuk egy hét, a másikra meg mondjuk 4, tehát az hülyeség. De mindegyik ugyanolyan határidőt kap, csak más időközönként lesz szerintem feltöltve. Most egy nap nem akarok 4 ilyen zenés videót felrakni. Majd itt szépen be lesz osztva. Meg hát természetesen, ahogy elkészülnek. Szóval én ezt gondoltam nektek, mert valóban régen volt, és hát nem is tudom, hogy meddig lehessen kérdéseket írni, mert most ebben az évben még legyen fölrakva? Kérdezlek titeket, szeretnétek-e, hogy megcsináljam, és akkor majd írogassatok kérdéseket, és akkor ameddig jutunk, addig jutunk, ha időközben még jön esetleg kérdés, majd figyelem a telefonomon is közben, hogy mizu, aztán majd meglátjuk egyelőre. Most a ti véleményetekre vagyok kíváncsi, tehát ha gondolom a kérdezfelelek az magától értetődik, tehát a kérdezfeleleket azt írjátok ide, videó alá, meg hát ja. Most így egy kicsit akkor össze fognak keveredni a dolgok, így a vizét illetően. Milyen rákom? Elvesztettem a fonalat, gyerekek, nagyon szarpaszban vagyok. Na mindegy, tehát egy kicsit össze fognak kuszálódni a map videós kommentek, meg a kérdezfelelek, de szerintem meg fogom tudni különböztetni, hogy mi zuván. Szóval párat kiszedek pár kérdést, és akkor arra fogok majd válaszolni. Csak kérlek, ne ilyen alapkérdésekkel bombázzatok le engem, jó? Még ilyen, hogy miért Frostbite a csatorna neve, ezt is már külön videót csináltam róla, már elmondtam nektek erről mindent, amit úgy tudtam. Tehát ilyen kérdésekkel ne bombázzatok le, mert kopasz leszek, mire
elérek a teljes kérdezt felelek videóig, mert szállanként fogom kitépni a hajamat. Na, szóval igazából ennyi lenne, mert egyelőre még a véleményetekre vagyok kíváncsi. És előre is boldog új évet nektek, ha minden igaz, akkor készülök nektek még új év alkalmából egy külön videóval, de azt még nem tudom megígérni, tehát attól függ lesz egyáltalán életkedvem, mert most meg kell mondanom őszintén, most nem sok kedvem van, kb. Semmihez, úgyhogy, úgyhogy ja. Na, köszönöm, hogy velem tartottatok, csajok, mára igazából csak ennyi, mert most már, most tényleg nagyon szarpaszban vagyok, szóval most ne várjatok tőlem ilyen, ilyen maximális fél órás, meg 20 perces videókat, egyszerre kész vagyok. Úgyhogy további szép napot kívánok nektek, és akkor majd jelentkezem a kérdezfelelek videóval, meg a map videókkal, hogyha úgy érzitek, hogy ezt érdemes megcsinálni. De ahhoz előbb még megnézem a kommenteket. Úgyhogy jó játékot kívánok nektek, hogyha ma is játszotok, és sziasztok, csajszi barackok!